És start, elindult a 2021-es Aperjanov Zakariás emlékverseny Imperiál díja Nemzeti Galopliga 8. futama. A mező nagy része nagyon gyorsan, nagyon erősen kezdett. Ott vannak a sprinterek a frontban. Egyelőre Bátoriról, illetve Dante Speakről van szó. Kívül úgy látom, a Lady Mazi is csatlakozik melléjük, de Ocasio Cortez tartja, és Emekő sikerült. Levendula következik, majd érkezik Artis. Ami a favoritot illeti, Golden Sea nem kezdett túlságosan erősen, hát ettől függetlenül összességében egészen közel van. Egyetlen egy ló, Silver Pepper az, aki egy párhuzamos hátrányban, és nem is párhuzamos, legalább 10 méterrel a mezőny mögött galoppozik. Bátori és Ocasio Cortez, a két narancssárga dresszes az első két helyen, Dante Speak egészen kívül, pedig Lady Maziuk alkotják a közvetlen élmezőnyt. Levendula érkezik mögöttük, illetve Arctis párosa, Rabbit Havanna is viszonylag közel van bent a falon, Light Blue Sky egyel mögötte, It's My Time, Golden Sea szép lassan a mezőny második feléből kezdi meg az árkózást, akkor, amikor most már az utolsó 600 méteren belül az idei Imperiál díj mezőnye. Élen még mindig Bátori, mellette pedig Dante Speak. Bátori, Dante Speak, Lady Mazi, Artis lovagolni kell, Ocasio Cortez a falon kicsit szorongatott helyzetben, óriási tumultus, Light Blue Sky-nak van egészen jó momentuma, kívülről pedig Golden Sea-t próbálja elindítani Georgiev, de egyelőre Golden Sea még nem nagyon tudott lábra kapni, és ez a versenyébe kerülhet, össze is zárnak neki. Csak sétál Light Blue Sky az utolsó 200 méter kezdetén. Light Blue Sky nagyon erős, ellép a többiektől, jön kívül Silver Pepper, Golden Sea pedig abszolút verve van, Levendula is megindul. Light Blue Sky azonban Jirzsi Pálinkkal megnyerheti a futamot, jön rá Silver Pepper, de már ez nagyon késő. Light Blue Sky az idei Imperiál díj győztese, Silver Pepper a második, Levendula a harmadik.